Üdvözöllek benneteket! Aktuális videónkban olyan feladatot oldunk meg, melyben több mértani test térfogata is szerepel. Nézzük a konkrét feladatot. Egy kúp alakú edényben, melynek magassága 6 cm, alapjának átmérője 12 cm, víz van. Ezt a vizet átöntöttük egy henger alakú edénybe, amiről tudjuk, hogy alapjának átmérője 4 cm. A henger alakú edényben milyen magasan lesz a víz. Rögtön észrevehetjük, hogy ebben a feladatban szerepel egy kúp, illetve szerepel egy henger. A kúp alakú edényben víz található, és ezt a vizet öntjük át a henger alakú edénybe. Adott tehát egy kúp, amiről tudjuk, hogy a test magassága 6 cm, alapjának átmérője 12 cm. Továbbá adott egy henger, melynek tudjuk az alapjának az átmérőjét. A feladatnak a kulcsa a víznek a térfogata. Tehát a kúp alakú edényben található víz, ha átöntjük a hengerbe, az átöntés folyamán a térfogata nem változik. Tehát az egyik térfogat megegyezik a másik térfogattal. A kúp alakú edényben, hiszen minden adat adott, ki tudjuk számítani a térfogatot. És ez a térfogat alapján a hengernél a keresett magasságot is ki tudjuk majd számítani. Induljunk akkor első lépésben a kúp adataival, számítsuk ki ennek a kúpnak a térfogatát. Én most jelölöm V, mint kúp, viszont a térfogathoz szükség van a sugárra, illetve az alapterületre. Lehetne rögtön is kiszámítani a térfogatot, én az alapterületen keresztül fogom kiszámítani. Keressük a sugarat. Tudjuk, hogy az átmérő 12 cm. A sugár az átmérőnek a fele, 12-nek a fele az 6 cm. Nézzük akkor az alapterületet. Alapja egy kör, tehát az alapterülete R négyzet pi. Ha a sugárnak a 6 cm-t behelyettesítjük, 6 a négyzeten az 36, így az alapterületünk 36 pi négyzetcentiméter. És még maradt a térfogat, kúpnak a térfogata, alapterület szorozva magasság per 3. Alapterületet most számoltuk, 36 pi. A magasságot tudjuk a feladatból, 6 cm, és per 3. Hát észrevehetjük, hogy lehet egyszerűsíteni, a 3-ast akár a 36-tal, akár a 6-tal, én most a 6-tal egyszerűsítem, itt maradt 2, és a végén ezt a 2-es megszorozom a 36 pi-vel, a térfogatunk 72 pi köbcentiméter. Amint már a feladat elején említettem, a kúp alakú edénynek a térfogata valójában megegyezik a henger alakú edény térfogatával, hiszen a víz nem változik, ugyanarról a vízmennyiségről van szó. Ezek szerint a hengernek a térfogatát tudjuk. Pontosan ugyanannyi, mint a kúpnak a térfogata, vagyis 72 pi köbcentiméter. Tudjuk a henger alapjának átmérőjét, 4 cm, és ki kell számítani a magasságot. Szükségünk van a sugárra, illetve itt is az alapterületen keresztül számoljuk majd a magasságot. Kezdjük a sugárral, hasonlóképpen, mint a kúp esetében. Itt is az alap egy kör, tehát a sugár az átmérőnek a fele. A henger alapjának az átmérője 4 cm, annak a fele, tehát a sugár, 2 cm. Az alapterületet könnyűszerre ki tudjuk számítani. R négyzet pi. Sugárnak helyettesítsük be a 2-t. 2 a négyzeten az 4, tehát az alapterületünk 4 pi négyzetcentiméter. És most fogjuk felhasználni a kapott térfogatot, ami még ugye a kúp segítségével számoltunk ki. Fölírjuk a henger térfogatának képletét, alapterület szorozva magasság. Figyeljünk arra, hogy a kúp esetében osztani kell 3-mal, míg a henger esetében nem. Ha behelyettesítünk, a hengernek a térfogata, ami ugyanannyi, mint a kúpnak a térfogata, 72 pi. Alapterülete 4 pi, és még itt található a keresett magasság. Általában megszoktuk már, hogy a pi-kkel kezdjük az egyszerűsítést, most is megtehetjük ezt. Továbbá a 72-t és a 4-et el tudom 4-jel osztani, 72-ben a 4 megvan 18-szor, így már csak le kell, hogy olvassuk, hogy a keresett magasság 18 cm. És mivel kérdés
szerepelt a feladatban, az henger alakú edényben milyen magasra lesz a víz, adjunk rá választ, a henger alakú edényben 18 cm magasan lesz a víz. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!